Többen jegyzeteltek, mások csak figyeltek, mintegy egy tucatnyian vettek részt civil szervezetek részéről azon a csütörtökön Kisvárdán rendezett fórumon, amelyen az őket érintő pályázati lehetőségekről tájékoztatták őket. Ennek az adja most az aktualitását, hogy októberben indulnak el a nemzeti együttműködési alappályázatai. Előbb az összevont, majd az egyszerűsített kiírások jelennek meg. Összevont pályázat keretében a civil szervezetek maximum 4 millió forintig pályázhatnak szakmai programjaik és működési céljaik megvalósítására. Ez az egyik lehetőség. Amennyiben a civil szervezet inkább úgy gondolja, hogy az úgynevezett egyszerűsített pályázaton indul el, amiben maximum 350 ezer forintot fog tudni igényelni, akkor ezt is megteheti. Az egy biztosabb, csak formai ellenőrzésen átmenő, és amennyiben a formai ellenőrzésen pozitívan megy át, akkor a forrás kimerülésége az alap automatikusan biztosítja a megigényelt támogatást. Utóbbiaknál tavaly ugyanis 91%-os volt a nyerési arány. Akik kiestek, azok is formai hiba miatt. Közben a komolyabb szakmai elbírálás alá eső összevont pályázaton indulóknak is több mint fele sikerrel járt. A kizáró hibák mellett a résztvevők ezeken az eseményeken sok olyan lehetőségről tájékozódhatnak, amelyek segítik a munkájukat, működésüket, vagy amelyek segítségével új projektekben kezdhetnek el gondolkodni. Vannak olyan civilek, főleg akik még most kezdték, azoknak ez nagyon hasznos, hiszen azért elég nehéz eligazodni a rengeteg kiírásban és a rengeteg dologban, viszont a rutinosak is sokszor kapnak új információt az ilyen rendezvényeken. A megyében aktívnak mondhatók a civil szervezetek, amelyek az élet számos területén jelen vannak. Legfontosabb, hogy egy adott területen a civil közösségeknek megtaláljuk a szerepeit, és magát a civil közösségek tudják hasznosát tenni magukat a hétköznapokba. És éppen ezért nagyon fontos ez a mai kis beszélgetés, hogy milyen lehetőségeik vannak ahhoz, hogy a 20-22-es időszakban a támogatásra tudjanak jutni. A civil szervezetek önmagában kultúra, oktatás, egészségügy, sport élet vonatkozásában van jelentős szerepe. Az összevont pályázatokat október 4-től egy hónapon keresztül lehet beadni, ezeknél nincs hiánypótlásra lehetőség. Az elnyert forrásokat pedig jövő év április 1-e és 2023. március vége között lehet felhasználni. 2022-ben egyébként több mint 10 milliárd forint jut a civil szervezeteknek a két pályázaton keresztül, a megyében pedig 600 millió forinthoz juthatnak hozzá, amelyet mások mellett munkabérre, irodai rezsire, ruha vagy eszközbeszerzésre vagy úti költségre fordíthatnak.